Sziasztok, Evelyn vagyok, ez itt a Refresher Magyarország. Mai napon az egészségmegőrzés lesz a téma, erről faggatunk ki titeket. Tartsatok velünk! Mennyire figyelsz a helyes életmódra és étkezésre? Próbálok minél jobban odafigyelni, igazából megpróbálunk minél jobban otthon főzni, nem így más helyeken vásárolni. Ezen kívül nyilván nem csak a táplálkozás terén, hanem sportterén is próbálok odafigyelni, rendszeresen edzek, pilatesre járok. Próbálok kevés zsíros ételt enni, főleg, hogy mondjuk ne ártson a bőrömnek. Szoktam vitaminokat szedni, vegetáriánus vagyok, úgyhogy ilyen kifejezetten vegetáriánus vitaminokat szoktam, amiben van vas, meg olyan vitaminok, amiket húsmentes életmóddal nem tudok felvenni. Őszintén szóval az egészséges táplálkozásról nekem az a véleményem, hogy szerintem minden szabad, csak mértékkel. Van, ami jó a testnek, meg van, ami jó a léleknek. Meg kell találni a balanszot. Így van, így van, így van. Próbálkozok mostanában több folyadékot inni, főleg így, hogy jön a nyár. Meg hát nem mondanám azt, hogy éppen egészségesen étkezek, de rengeteg zöldséget meg gyümölcsöt eszek. Én inkább a lelket tartom így prioritásként itt táplálkozás szintjén. Én úgy érzem, hogy a test az egy olyan dolog, amit mindig lehet formálni, szóval alapvetően a léleknek a kielégítése lehet a cél, legalábbis én így állok hozzá, és utána az, hogy utána a testem mit, azt úgyis jelzi időben, legalábbis nálam időben felszokott tűnni, hogyha valami a testemmel esetleg nincsen rendben, és akkor tudok igazítani az étrendemen. Ismersz vasban gazdag ételeket, vagy olyan ételeket, amik tartalmaznak vasat? Igen, a cékla például az vasban gazdag, a máj, csirkemáj, én szeretem nagyon. A céklát, azt ismerem. A vörös gyümölcsökről tudom, hogy azok vas tartalmúak, meg a ilyen spenótsóska, ezek a növények. De egyébként szedek vas tablettát. Nekem egyébként vas hiányom van, szóval nekem fontos is. Most már tudom, hogy a máj meg a cékla az, de eddig nem tudtam. Azt tudtam, hogy szöget kell rakni az almába, hogy nagymamánkig tanították. Tudjátok, hogy mitől alakulhat ki vas hiány egy ember szervezetében? Úgy gondolom, hogy valami a vérrel kapcsolatban, hogy nincs a vérben elegendő vas, nyilván nem értek hozzá. Az a baj, nem vagyok egy ilyen expert ebben. Én úgy tudom, hogy ez öröklött betegség is lehet. A nem megfelelő táplálkozása biztosan? Meg biztos, hogy stressz is rá segít az ilyenekre. Nem tudom. Én eddig csak arról tudtam, hogy egy étrendben kialakult hiányok alakíthatják. És milyen tünetei vannak? Ismered a vas hiány tüneteit? A szédülés, felállásnál elsötétedik a kép elég sokszor. Én nekem nagyon sokszor volt hányingerem. Fáradtság. Én ugye azt tudom, hogy ha nincs például a nőknek elég vasa, akkor egy a menstruáció során ugye a görcsök azok erősebbek lehetnek. Szerintem én is vas hiányos vagyok, mert úgy emlékszem a vérvizsgálatom alapján, meg a szédülésem alapján. Tudod, hogy mi a különbség a zöldségben megtalálható és a húsokban megtalálható vas tápanyag között? Nem konkrétan. Nem tudom, hogy mi a különbség közöttük. Nem tudom, tényleg nem tudom. Talán a felszívódás mondanám. Biztos, hogy maga a felépítése, meg a működése ennek az egész dolognak. Talán a szervezet másképp bontja le ugye a növényi tápanyagokat, és az ilyen organikus, ilyen hús alapú tápanyagokat. Talán a gyomor is másképp viszonyul hozzá, meg másképp szívódik fel a szervezetben. Én így ezt tudnám így mondani így logikusan, de aztán könnyen lehet, hogy nincs igazam, nem tudom. Voltál már valaha teljes vérvizsgálaton? Tehát néztek már nálad vérképet? Nekem voltak fél éves vizsgálataim, amikor sportoltam, akkor volt ilyen kimutatás nekem is. Igen, elég sokszor, és elég sokszor rossz volt az eredmény. Most már eredményt nem tudok mondani, már nem emlékszem, meg nekem kellett rá figyelni. Hát attól függ, hogy mit hívunk teljes vizsgálatlan, olyanom voltam, amit így az egészségházban csinálnak, szóval nem ilyen magánrendelésem voltam, de hogy ilyen rendszeresen szoktam járni körülbelül egy évente, hogy azért megnézzék, hogy minden érték rendben van-e. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a mai nap folyamán. Ne felejtjétek, kövessétek a Refresher Magyarországot TikTokon, YouTube-on és az Instán is. Sziasztok!